És ha én oda előre megyek, akkor engem is meg fognak ölni. Viszont, ha meg nem segítek, akkor őt biztosan. Úgyhogy egy lövés oda, és próbálunk teligázzal idehúzni mellé, és a másik kurva Freedomot meglőni, hát azt nem is tudom hol lehet, hogy hol tudom meglőni. Mindegy, jövök tesó, megoldjuk. Ügyesek vagyunk valakkel, királyok vagyunk, ketten, négyet, simán, megbaszunk. Kurva anyátok, mit képzeltek, köcsögök? És itt vagyok, bazd meg. Te kis köcsög, és lepattan, bazd meg. Ez az, akkor is ketten küzdünk, ezt letoljuk őket a vízbe, köcsögök, vagy tok, megbaszunk titeket. Lehet így, azt és a panszus, pedig azt tudtam, hogy nem tudom szemből meglőni, azért mondtam, kár volt elpazarolni rá töltény, na, de lehet, hogy el kéne kezdeni célozni, mi, tesókám? Ha tesókám, köcsög tüzé van, kérlek egy SOS-t, hát ha valaki, hát ha bárki, de azt gondolom, hogy egyébként nobody, nobody lesz az. Király vagyok. I mean, úgy nem úgy értettem, nem arra gondoltam, csak hogy királyság öcsém, itt nem pattognak a golyók, ti meg mindjárt kaptok a popátokba, mi ketten vagyunk köcsi. Kettő király arc. Azt látod, csak be lehet lőni az arcába. Hát tudtam én, hát tudtam én. Visszanyomok titeket, bozikáim, bozikáim, gácél. Hát én nincsen kurva életben, hát régen széjjel lőhették volna. Te köcsög, de nem sikerült, nem baj. Kitartás, tesó, ügyesek vagyunk, bazánk. Te még élsz, én is élek. Sőt, passzául küldjük neki. Véletben nem tudom ráfordítani a... Cső, bassz meg! Meg ne halljál nekem, tesó! Ha miattad jöttem, tesó! Ha kéne nyírjál magad, bassz meg! Az kár volt. Ú, ez ilyen sármos. Na mit képzesz, töcsém? Azt gondolod, hogy csak úgy? Miért teszelte? Miért teszelte? Magadról. Akkor is bassz meg. Nem adjuk föl, keményen kitartunk, köcsi. Két kis köcsög. Hát csak viccelek, de hát mindegy, a játék lényege. Az meg tudlak lőni, de te is meg tudtál lőni. Azt hiszem nagyon kiálltam. Túlságosan is kiálltam. Mennem kell, mennem kell, mennem kell. Lövünk még egyet, és aztán padló, 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 öcsém. Hogy? Itt királyság. Mert itt a fejünk lóki csak. És te meg elmehetsz csába, öcsi. Te elmehetsz csába. Mert hogy én meg fogom magam lejjebb jövök, öcsi. Azt lesz baj, lesz, nem olasz kis köcsög. Na gyere, öcsi. Azaz, közben tesóka lövi. Tesókám, lőjed, 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 azaz. Hadd érezze magát, kurva jó. Úgy is van, ellőtted magad, te kis köcsög. Most én jövök. Most mi jövünk, bazd meg. Úgy. Tehát! Lémez noob. Amin. Te hülye béna balfasz voltam, mi? Mindegy. Lőd meg a fejemet, lőd meg a tudod, te kis köcsög. Lőd meg, ha tudod, te kis kocsom. Azaz, azaz. Azaz csak rövöl, csak lövöldözök már rá én is. Még ha nem is akar átmenni rajta, én most nem vagyok olyan, hogy itten assza... azt a tevleg, meg tudom lőni. Na most kiderül. Jó, mert legalább nem lát. Annyira jó. Jó, tesó. Tesókám. Ki voltál egyébként? Szilár. Shit. Tesókám. Tesókám, ott nem tudtam megmenteni. Na. Ó, az mit csinálod? A lőjük már szél! Még betölt, az szétlőj a másik tesót. Várjál, tesó. Hát én onnan visszahúzni se tudlak. De tényleg, hát ez kurva egy gáz. Jaj, ne! Nyomjad neki hátra pele! Bemegyek érted én is, de az a baj, hogy akkor megdöglök. Na, hogy segítsek? Hogy segítsek? Segíteni akarok? Várjál. Azt be tudom fordítani. Kicsit alá, dizé, hozzá, várjál csak. Azaz. Azaz, azaz! Úgy már jövök én is, na jövök én is! Na tollak, 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 tollak! Várja, 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 tesó! Ki tollak, bázz? Ki tollak? Tíjá! Azaz! Királyság! Ószám öcsém! Széjjel hágunk mindenkit! Csapatjáték, érted? És menjünk és daráljuk be a maradék ellenséget! Iker tesóval! Azért nem tudom egyébként, nyilván nem a testvérem, de általában ugye szokták ezt a kifejezést használni, amikor valakivel itt nagyon arcos kocs és hello tesó. Meg azt gondolom, hogy igazából nem kéne megmagyaráznom. Most ő lesz az ikertesó, mert a másik tesó az odaveszett sajnos. De öcsém, ott aki jössz, és akkor én meg majd meglőlek, csak nem látlak. Nagy szerencsédre. Mert különben kaptál volna egyet a valahova. Mire elfordul ez a tető? Hú, a
álltam mellette nagyon szépen, mindegy, automata volt, foghatom rá. Júj, pedig az milyen szép lett volna, ha az kijött volna. Ott még lehet, hogy kijön, de csak ú, lesz annyi esze. Nem, akkor ott jön ki, de onnan már úgy, ott talán, bár egy kicsit jobbra fölment, és nem azt céloztam, és akkor még a pején nem úgy fordult, de hogyha kimaradt volna, akkor, új, gyöcsém, ez jó volt, Kapsz még egyet mindjárt, csak betöltök, jó? Á, jó, az is jó. Nekem ez is jó. Hú, és már csak egy van. Át se érek szerintem, még hogyha itt a városban elkezdem az úton tolni. 26, 7, 9, 30, 2, 3, durva. És hozza a 35-öt. Hoppá, egy kicsit izé. Lassulunk, Nem baj, Toljuk, toljuk. Hát, ha mégis odaérünk. Hát most persze megállhattam volna, és nézhettem volna a naplementét is mondván, hogy igazán remek. Nyertünk, azt gondolom, ez most már csak nem dönti meg a csapatot, de ha más nem, mire én odaérek, tesó, akkor lesz bajod. Szidd el. És jövök én is, de szerintem nem fogok odaérni, legalábbis így meglepődnék. Most így nem fog nagyon lelövöldözni, még hogyha, egy tesó. Ezt én nem lövöm ki, megvárom, még kilövi más. Úgy. Végül is. Azt hiszem, hogy ez is működött jól. Királyság. Hét, hat, és utána start, én már most bekapcsolom a startot. Én ott akarok lenni a startnál. Még előtte is már startolok. Ez a tank hangja volt, ahogy elkapartam. Láttátok ti is? Most már 35, 40! Na! Hogy nem sikerült 40-et is elérni. Jó, most már túl is léptük. Jó, és akkor most kéne egyébként okosan megállni, megnézni, hogy tök jó, hogy senki nem jön utánunk igazából, bár azért eljönnek az arcok, csak... Csak hát ugye, az mindig késve indulnak el, és akkor innentől fogva te meg egyedül maradsz elő, állandóan. Úgyhogy az úgy nem jó, az úgy nem lesz jó, úgyhogy itt én most szépen megállok, és megvárom, míg az ellenség megmutatja az arcát szépen. Ide fogok kiállni, az tök jó hely lesz, innen ki tudok elvileg menekülni viszonylag gyorsan. Sőt, még egész jól sikerült felállnom, majdnem a felét be tudom lőni is. Na, bekapcsoltuk a pionukleáris teleszkópot, és check, one, two, check. Ott tesókám, öcsém, nézed, ott, azt mindjárt meg is lőjük. Az nagyon szép lesz. Majd én öcsém, majd én kinyírjon, bazd meg. Olyan ágyum van, öcsém, hogy szétlövök, bazd meg mindent. Azt ott nem. Azt ott talán. Nézzük csak. Az a tesó. Hát se tudom lőni, tök durva. Na mindegy, azt se tudom meglőni. De abból kifolyólag, hogy csak 4 történjem van. Csak 4. Viszonylag erős történjem van. 250-et sebzek, öcsém. Ha penetrálok. 173-as penetrációmmal. Aztán tűtök egy 25 másodpercig, azt már lőhetek is. 4-et. Mondjuk nem olyan rossz egyébként egyelőre. Most 2 lövés volt az a tank, bár már nem volt tele az élete. De 4-jel leszettem volna. Meghalt volna! Meghalt volna, tesó! Az de kár, hogy nincs, nem látom. Mert ez az, gyere előre, az előbb még ott voltál, láttalak. Mert oldalról bizony beléd hasítok olyat. Azt, gyere csak előre, meg, tesó, előre, padlogázz, öcsém. Az volt ott volt pedig a személy, na mindegy, ez most nem jött össze, megmenekültél, de azért, ahogy nézem, még ott még mindig lőnek, sőt, azt gondolom, hogy nem is vagyok kint itt jó helyen, de azért csak rájuk lövök már, nem a tesóra, másikra esetleg, látom, nem látom, tök jó. Ó, elfordítottad a fejedet, te szerencsétlen, csak tudnálak eltalálni ezzel a kancsalágyúval. Mert hogy nem lő egyenesen. Márjál innen, most hiába lövöldözök rájuk, azt gondolom. Teljesen felesleges lesz, úgyhogy... igen, most azon gondolkodtam, hogy most töltsek, ne töltsek, 3 töltény vagy 4, nem mindegy. Egyébként az utolsó mindig az életmentő.
Nem véletlenül 4 lett kitalálva a cucc. Ennyi idő alatt simán megtározhattam volna, de közben meg visszaértem, és most már annyira eszem sincs. Na, de ott mintha még talán piros is lett volna. Nem, nem piros volt. Nem? Hú, ott azt a kis lyukat figyeljétek. Alá, nem, nem, köszi. Akkor azt a kis fönti pöcköt meg kéne lőni, de hát innen, úristen, azt nézem, hogy az... Nem, ú, kilőtt, ja? Jó van, majdnem képbe vagyok. Jó van, gyere, csak figyelek, ne aggódjál. Hopp, még, na jó van, azt hittem már ott elég lesz a dologból, de... Akkor viszont azt gondolom, hogy az a médiumot elő biztosan nincs jó helyen, de azt gondolom, hogy mi sem. Nekünk is valamit kent csinálunk ezzel, mert hát ez így nem lesz jó. Ez ott tök jó, hogy felálltam rá. Na, jár csak az az oda, meglőjük azt. Nesze neked automata célzás. Na, mindegy. Ott az ágyú, az volt piros. Azt biztos nem találom el egyébként, de teljesen feleslegesen lövöldözök, de na mindegy. Azért oda lövöm az utolsót. Láttam már olyat, amikor megsebződött. Azon gondolkodám, hogy merre kéne nekem lemennem, de azt gondolom, hogy szemből biztosan nem lesz jó. Nem jutok szerintem túl sokáig ugyanis. Úgyhogy egy pici kis karistot beleteszünk, bár ez abban nem lesz elég. De majd én szuper lecsúszok és szuper nem tudom mit csinálok ahhoz, hogy ne lőjenek. Szia! Automata kikapcs, 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 most még gáz, 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 gáz elvesz. Na, pont így gondoltam én is. És innen már azt gondolom, hogy kicsivel jobb is lesz a helyzet. Mert innen, hát ha más nem, akkor legalább az van, hogy van jó fedezékem, és ki tudok... Ó, nézd csak... Azt gyönyörű, csak maradtál volna ott, mire észrevettelek. De még visszajössz, ahogy nézem. Kicsit jobban, kicsit jobban. Nem akar. Jó, megértem, hogy miért nem akar visszajönni. Erre, azokat nagyon bújnak még, az nagyon ki kéne jönnöm. És közben az valahol ott, elvileg, az még szerintem ugyanúgy ott van, és nem is áll szándékában elmenni onnan. Csak bujka! Úgyhogy igen, egy médium oda, de várjál, hát ha innen már ezek ki fogják tolni a pracliukat. A pracli? A fejüket. Ott, az lement oda, öccsi, megpróbálok megvédeni, de nem fog kijönni. De. De az csak mi az? Ágyúja volt szerintem. Na, azon gondolkodtam, igen, de az közben figyel, biztos van hatodik érzéke is, nem ugrál ki csak úgy. De ha egyszer kijössz, és aztán én ott leszek, figyeld meg, úgy foglak várni, hogy ha más irányba kanyarodtál volna, akkor nem örültél volna ennyire! Lepattan, de mindegy, eltaláltam, és van még töltény, egy csi. Na, valami hasonlót képzeltem én is egyébként. Úgyhogy megy, nincs több ember, az jó, azt szeretem, amikor kicsit észebbel, kicsit több észel mégis, kevesebbel, és ennek ellenére győzelem! Mátő! Na, de most viszont nem raktam be ezt az autostartot. Előbb megnézem, még mindenki elszalad valamerre. Azt nézem, hogy merre. Ez a leglényegesebb lényege az egésznek. Hogy mit csinál a másik. Mivel, hogy csapatjáték, igen. Úgyhogy tulajdonképpen azt kezdem észrevenni, hogy ha jobban együttműködöm, akkor bizony többe is jobbak az esélyeink a nyerésre. De az életben maradása mindenképpen, és általában, ha életben maradsz, akkor a legtöbbször nyársz is. Úgyhogy ez egy alapbázis dolog bármi is lehetne, hogy maradj életben, ne hajj meg, érted? Pak, 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 damn, you're dead. És meghalt, mert széjjel lőtték, mi? Ja, ez nagyon ordít viszont. Még jó, hogy be van kapcsolva a parti. Nem is érdekel egyébként, hogy mit mond, mert... Azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mit mond, hanem hogy mit csinál. Nincs az helyen egyébként, kicsit mondjuk én nem állnék meg ott lent középen, de ez már csak az én izém. Hát nem biztos, hogy jó lenne oda fölmenni, igen, azt sem mondanám. Én most nem is látom az ellenséget, de jó. Na jó, itt szóval akkor el kéne... Na, megvan az ellenség közben. Az 7 volt talán, mert ott volt még egy, ami eltűnt. Mert ez most így ugye 6, de ott van még egy.
az 7, a másik 7, 5, 38, akkor az ott lesz a jobb oldat, tehát hogy egyelőre még elindulhatok, mert hú, most megláttuk az ellenséget. Egy jött onnan jobbról, még csak most kezdenek ott előjönni, és jobb oldalt már tolatnak az emberek, úgyhogy ott el fog férni szerintem a kis hátsó lövés nekik, még hogyha ezek itt egy páran azon vannak, remélem, hogy nem csak balra lőnek el, hanem figyelnek jobb oldalra is. Mert ha bár nyilván bal oldalt se jó a helyzet, ott be lehetne állni, vissza lehetne jövögetni annyira, hogy ne legyen durva nagy problémájuk. Én azt gondolom, hogy majd lövünk mi is, és akkor ez úgy jó lesz. Ah, azt véletlenül rosszul nyomtam, igen. Jaj, az gyönyörű volt, hogy előtt alá máshova. Hát nem tudom, mennyi idő alatt nem fog újra tölteni, sajnos az vissza fog bújni. Nem baj. Ha lősz, egyébként az már sokat segít. Nem baj, hogy nem találod el. Érzi azt, hogy lősz. Ha nem találod el, bizonyos szempontból még van esélye, hogy jobban megfélemlíted, mint ha mondjuk eltalálod és lepattan, hiszen amikor lepattan, akkor úgy van vele, hogy jó, na gyertek csak, majd én széjjel pattintgatom a történeket, azt lesz, ami lesz. Amikor eltalálod, akkor az a baj, relatíve, hogy elárulod neki, mennyit sebzel. Azt viszont rengeteget elárul rólad. Így most nyilván ez jó lett volna, ha eltaláltam volna, de mivel nem velem foglalkozik, így most nem akkora gáz a helyzet, de ahogy néztem, ez a 309 az ő életéből, hát egy 4-5-ször legalább azért, hogy meg kell lőjem, el kell találjam, át kell penetráljam, azt ő nagyon jól fogja tudni, és innentől fogva azért ő máshogy fog harcolni szerintem. Tehát nagyon úgy fog hozzád állni, hogy jó, hát akkor még perceim vannak, mire te újra töltesz meg, belém lősz még 300-at, értem, hogy előbb vagy utóbb elfogy, de ha egyedül állsz vele szemben, akkor az ott nem a legcoolabb. IS-6-os. Na, lássuk csak azt, innen látnunk kéne, hogy üzélem. Az jó. Szóval nem akkor... franc, én voltam a béna. Bocs, nem szándékos volt, csak bénaság. De az nem baj, az jó, mozog. Úgy, azt gyönyörű volt. Azt, igen, azt én trekkeltem le. Nem én trekkeltem le, akkor várjál. De most a másik is letrekkelte, úgyhogy azért nem. Na most se szóval, viszont mivel a másik is letrekkelte, gondolom utánam. Ezért már ő kapta a pontokat, mert elvileg most én letrekkeltem oda, akkor nekem kéne az összes kis asszisztérjáról pontocskát kapni. De mivel nem kaptam semmit így ezek szerint, vagy az számított, hogy azt oda... Hát de szerintem én letrekkeltem, mert nekem kiírta, hogy kritikál, de azt akant családjut, hát nem hiszem el. Találd már el azt a pontot, ahova célzok. Te! Hát ott áll az IS-6-os és nem tudjuk meglőni. Na ez most nem talált, ez most simán lepattant, és tök jó. Mert kint áll az IS-6-os, lőjük, én nem tudom mennyien, és semmi. Na végre, valami történt, mert egyelőre, hát, na várjál, lehet, hogy most már számolja neked trekket, de hát nem is trekkeltem le az előbb, az hogy? Na, én még egyet rálövök ezzel a cuccal, és utána átváltok valami izére. Valami olyanra, ami meg is sebzi, mert igen, mert ez így teljesen nevetséges, hogy itt lövöldözünk rá, és az meg így tök jól el van, nem is foglalkozik velünk. Na végre. Eltűnt onnan. Jó, akkor most már csak a baloldali ötöt kell leölnünk, mert azt gondolom, hogy jobb oldalt áttörtek, nem tudom, hogy hol voltak végül is az ellenség, akkor az a része nem indult el. Még az, mivel a baloldal elveszett így tulajdonképpen, azért azt gondolom, hogy fordulja, az is jó, ha fejedet fordítod el, azaz, csak onnan lepattan. Sajna bajna. Mindegy, még jó lehet a helyzet. Oppá, nem tudom, remélem senkinek nem mentem neki, csak a háznak, az nem baj. Igen, most felé? Ó, nem is lát. Ó, de ott én meg tudom lőni. Csak nem találtam el. Mert ezek szerint messze vagyok, azt gondolom, tehát ennyire nem pontosak ezek az ágyuk. Néha jó belő a közepére, de és akkor ugye el tudsz kalkulálni, de... Hát számtalan szor, így nem oda megy, ahova szeretnéd, hogy menjen. A körön belül megy, tehát azzal nincsen probléma, de hát a kör az azért elég nagy ahhoz, hogyha egy... Nézd meg, hát a tank belefér a körbe innentől fogva. Oh. Hát lötreked, még! Azt jó volt, na végre! Jó, mert kifordult, az, ha így úgy jött volna ki, ahogy egyébként állt, akkor nem tudom meglőni. Azt már ott meg tudnám lőni, csak azaz, hátra. Adja hátra, gyere. Ott, én várlak. Gyere. Úgy, de az meg... Ah, igen, közben elfordult. Csoda, hogy egyáltalán le tudtam trekkelni, illetve hát szerencsém volt, pont eltaláltam a trekkét. Azt már megint nem tudom ott meglőni.
Na most viszont el kell kezdenem azon gondolkodni, most már eléggé ide figyel, hogy nem jó az, hogyha én ennyire kint állok, mert előbb vagy utóbb be fog detektálni, és a lábamat meg tudja lőni. És akkor az már nem lesz olyan jó. Hát azt tudom most csinálni, hogy kidugdosom az orromat, jól látom, hogy mi van, hogy van. Még nem is olyan foglalkozom, én oda be tudok lőni. Az is jó. Egyébként, és letrekkeltem, most már nincsen javító készlete. Most kiderül, hogy mennyi idő alatt tudja megjavítani, ha na, eltalálom, akkor azt gyönyörű. Akkor legalább oda van trekkel. Na most vett észre, és mivel őket hát nem nagyon lövöldözött eddig, vagy én nem láttam, legalábbis rám biztosan nem lőtt. Én azt gondolom, hogy most már elkezdett megint csak ide figyelni, erről beszéltem az előbb, hogy most már jobb, ha figyelek, mert most már azért tudja, hogy honnan lőnek rá. És előbb vagy utóbb, ha nem is detektál be, akkor is ide fog lőni. Figyeld, figyeld, csak nem látom, mert azt ha látnám, hogy merre fordul a cső, azt pont erről beszéltem, de nem baj, azért is jöttem tovább, és nem vártam, még hallom, hogy lő, mert meg akartam mutatni, hogy így legalább látod, bakker, tudta nagyon jól, ne, egyszer detektált be az elején, és már képbe volt, és egyet oda ide lőtt, mert azt mondja, hogy bazd meg, ide lövök, hadd érezze a törődést, és most általában a legtöbb ember gyorsan hátra menne szerintem, vagy elkezdeni nyomni a startot, hogy na most akkor megöllek, köcsök. De az engem annyira nyilván nem hatott meg, tehát hogy így most örülök neki, hogy a feje nincs kint, vagyis nem fog tudni rám lőni. Most egyelőre elnézegetem, hogy mi van, azt gondolom, hogy elég... lelőhettem volna a trackjét, de nem. Okos lenne egyébként rámenni, megpörgetni, csak az a baj, hogy ezzel a tankkal én nem tudok lepattintani közelharcban igazából semmit, mert a lábamat fogja lőni, és tudja, hogy átmér rajtam, nem tudok úgy fordulni ezzel még. De azt hiszem... ő kezdi elunni a dolgot. Szerintem ő kezdte el megunni. Jó, és kilőtt, akkor az azt jelenti, hogy én is kimehetek, ha megtalálnám. És lőhetek egyet, mert hogy azaz, mindjárt lő vissza. Mindjárt, várjál, csak nem lőtt. Az ő volt? Nem ő volt, de most lőtt, viszont szerintem hallottam. Az azt jelenti, hogy én majdnem másfélszer annyit töltök, mint... de jól beállt, nézd meg. Csak letrekkelni tudom ezzel az ágyival. Viszont ha most tölteni, és most kimennék, pont elelőne. Most fog mindjárt betölteni, szerintem az övé is. Lőtt is, úgy van. És akkor én meg, hát most én trekkelgethetem. Végül is tök jó, mert már csak két ilyen sima töltényem, át is váltok szerintem másikra. Azzal még talán meg is tudom lőni. Tudom, nem itt kéne áldogálni. Az megint lőtt, királyság. Erre nagyon kell figyelni, hogy mikor és hogy. Na mindegy, oda lövök, aztán lesz, ami lesz. Végre, igen, ezzel már meg tudom lőni. Úgyhogy még jó is, hogy hoztam egy pár darabot. Most várunk még lő. Én elvileg ki tudnék menni, még bele is férhetne. De bang, már jöhetnék vissza, és mindjárt lő. Szerintem, illetve nem, azaz. Nem tudom, hogy most ő mit lát. Hát nem tudom, hogy van neki célpontja, vagy nem. Az biztos, hogy most még nem tud rám izélni. Most megint az van, hogy szerintem most megint nagyjából egy időre esik. Mindjárt lőnie kell. Lett volna, de közben teljesen nem figyeltem arra, hogy ott elkezdték izélni. Jól el voltam az E75-tel. Jó, tényleg néha jó tud lenni. Meg is mutatom, azért lettem mínuszos, mert 23 000-et el kellett költenem ammóra. Ugye teljes, mennyi, nem is tudom, ott van. 24-et előttem, 18-szor eltaláltam őket, de 10 ment át rajtuk. Tehát a 8 lepattant, és mivel egy ezres egy ilyen cucc a játékban, ezért 8000 ugye kiesett tulajdonképpen, azt innentől fogva azt nem kaptam meg. Most prémiummal tök jó, ezért kaptam kis plusz, de ott úgy, hát a mínusz 7000, hogyha nem lövök, azt a 8-at nem lövöm el, ami nem penetrált, amiről egyébként nagyjából tudtam is, hogy nem fog penetrálni, csak tök jól ellövöldöztem, mondom, hát ha egy-egy még be is talált, akkor viszont nem lennék most mínuszban. Ezt csak azért mondom, mert sok embernek, ha jól látom, azért problémát jelent nullázni a magát, és nem így mínuszolnia folyamatosan. Azt gondolom, hogy a felesleges lövések azok nagyon sokat számítanak, csak nem veszed észre, így ellövöldözöd, és így egyszer csak azt veszed észre, hogy mínuszos vagy. Azt gondolom, hogy ebben segíthet, ha egyébként ismered a játékot, mit tudsz meglőni, mit nem tudsz meglőni. Mindegy, én folytatom. Ez jó kis pálya. Hú, 9-es lobby, 8-es tank. Még akarok egyet csinálni ezzel, aztán szerintem lezárom a videót, aztán majd kezdek maximum újat. Most T-32-est akarok egyébként húzni, hogy pontosan ilyen tankom legyen nekem is. Mert akármilyen csúnya is, az azt gondolom, hogy ez egy kurva jó tank lesz.
majd kiderül, már nincs túl messze, lehet, hogy csinálok róla is videót, hogy itt szenvedek, és hogy csinálom, jutok egyáltalán, de azt gondolom, hogy egyszer csak be kell fejezni, mert aztán meg fölteszek egy 24 órás videót, azt nézhetek. Nézhetem majd egyedül. Na most azt mondja, hogy jobbra egész sokan elmentek, azzal annyira nem kell foglalkozni, bízunk benne, hogy az öt ember egy szűk szorosban legalább fel fogja tudni tartani az ellenséget. Igen, ez mindenképpen egy nagyon pozitív, hogy az ellensége scout tank már a mi oldalunkon járt tulajdonképpen. Ez nekünk annyira jó, hogy most azt mi, vagy tudja az ellenség ebből, hogy tök jó, nincs ott senki, tehát erre fog jönni. Vagy hát csak azokat fogják kilövöldözni, akik ott vannak. Egyet ki is lőttek, azt nem is láttam, hogy most végül is ki volt, mi volt. Nem a térképet néztem, próbáltam átjutni ezen a kis vackon. Negatíva, mire? Azt szerintem ott egymás között kommunikálnak, csak ugye mi is. Igen, ott a balra, hát véletlenül sokan fognak jönni, igen. Az a cover mi, az nem is tudom, az szerintem, az gyere vissza, öcsi. A... Fallback. Negatív. Fallback. Mert hogy ezt akartam mondani, csak valami rá affirmative-et nyomtam az elején, aztán hogy tök félreérthető lett az egész szerintem. De én azt gondolom, hogy annak ott semmi kere... Hát... Most elmehet hősködni, és tök jó is, hogy belátjuk az ellenséget. Csak most ott az, aki kiment, azt nem kéne akkor lelőni. Én nem vagyok ott, tehát most én csak magyarázok, meg nem beszélve arról, hogy balról mindjárt akkora sereg tör ránk. Hogy itt nem is leszünk annyira jó helyen itt. Mondjuk a szikla nem lesz rossz. De szegény scout tank nem gondolom azt. Nem volt rossz, tehát amit ő kitalált, az jó, az működhetett volna, hogy fedezzük, és akkor ő majd bespottol. Ugyanazt, amit az ellenfél kezdett az elején. Tök jó lett volna. Csak én nem voltam ott, tehát nekem ez teljesen egy ilyen tártán dolog volt. Nem is indultam el, nem is ezzel foglalkoztam. És szerintem nem voltak ott elegen. Tehát mondjuk ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem a csapat hibája az, hogy ő most ott halott, hanem ő neki kell arra figyelnie, hogy a csapat ott legyen, amikor ő már spottol. Különben cseszhetett, tehát utána jöhetsz te azzal, hogy kilőtt a köcsög, meg menjen ő a mindenfele el, mert hogy a te csapatod nem ott volt, ahogy te gondoltad, de a csapatod sose lesz ott, ahogy te gondolod. A csapatod mindig lesz valahol, de nem ott, ahogy te gondolod. Így, ha egyébként jól akarsz harcolni, akkor te igazodsz a csapathoz, és nem a csapattól várod el azt, hogy igazodjon hozzád. Ez nyilván némileg nehezíti, sőt nem is némileg nehezíti, kurvára nehezíti, de ha teljesen figyelmetlen kívül, valamint ha teljesen figyelmen kívül hagyod, hogy egyébként a csapat mit csinál, és te ragaszkodsz a saját elképzelésedhez, na az meg aztán pláne nem segít. Nagyon ritka az, hogy most összejön a dolog. Ha te ebből azt szűröd le, hogy egyébként fú, hát fasz a gyerek voltál, akkor szerintem rosszul szűrted le a tanulságokat a dologból, és nem vetted észre, hogy nem rajtad múlott az a szerencsés, ez vagy az. Most itt például ugye az a helyzet, hogy ott egyet látunk, egy-egy, de nem gondolom, hogy ez így jó lesz. Most persze az se jó, hogy én itt állok és csak beszélek, így van, inkább oda megyek és megyek segíteni neki. Hát reméljük átérek, mert ha meglátnak, az nem jó. Ha minél távolabb megyek tőlük, annál valószínűbb, hogy nem fognak meglátni. Az jó van, jól pattintottad. Most az jön föl, mert most én azzal nem is vagyok hajlandó foglalkozni, ketten állnak rá. Hogy most azt lelövik, de itt meg nincs senki, aki ezt a szerencsétlent védeni. Jó van. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy majd én megvédem, de ketten vagyunk, még mindig több. Ha más nem, akkor az ellenfelet befoshatott. Csezd meg, két tank, nem egy, már kettő van ott, így van. Már húz is vissza, mert látja, hogy most már vannak, ketten vannak. Ne, eddig egy az egybe, kemény csávó voltál, mert a te tankod jobb. Hát gyere, bakker! Most legyél kemény, mert most még már ketten vagyunk, vágod? De egyszer sikerül meglőjelek, akkor meg aztán nézel nagyokat. Így van. Tök jó volt, ennyi. Mehetünk tovább. Thank you. Azt gondolom egyébként, hogy ez ilyen lucky shot volt. Tehát, hogy itt nem is húzódott össze teljesen a kör. Azért lőttem, mert láttam, hogy megy visszafele. Most innentől fogva az a helyzet, hogy ha visszaér, akkor biztosan nem fogom tudni meglőni. Így meg volt esély, belelőttem, tök jó. Hát nyilván most nem akarok itt kommunikálni, bár egyébként az a helyzet, hogy szoktam az a... Tehát jobb, a kistársadnak jobb lesz a teljesítménye. Az meg ne álljunk meg, mi? Kistársnak jobb lesz a teljesítménye, ha így kommunikálsz vele, és így biztatod. Ah, itt vagyok mögötted, toljad neki! De komolyan! És le fog lőni még két tankot.
vagy őt fogják lelőni, nyilván, de az tehát támogatni kell, és meg kell próbálni jól támogatni, nyilván, az mindjárt, az meg, atya úristen, az nem jó, az olyan tank, szétlő egy lövéssel, mászni, hogy élek, azt gondolom. Ez így ráadásul nem is jó, mert ugye most pont rám van fordulva. Ha mindegy, addig én után töltök, bár mondjuk kár volt, mert most nem, még nem. Azt nézem, hogy látszik azért a háromszögű a képen tulajdonképpen, hogy most kezdett el elfordulni, de annyira nem akar elfordulni. Én megpróbálom egy kicsit a tankot olyan helyzetbe állítani, hogy akkor, amikor elfordult, ha jól látom most, fordul vissza, az mázli volt, az nagyon nagy mázli volt, hogy egyébként nem találtál, azt ott meg is haltam volna, az biztos. Most igazából nekem nincs itt dolgom, mert vannak ott, dehogy is, hát senki nem lő rá. Meghaltak szerintem, vagy én nem tudom, lehet csak, na, az, fú, de nem jó helyen vagyunk, én aztán pláne nem, most nem tudom, lehet csak él még, baszkuráló hú, még mindig él. Várjál, hol, mert az a baj, hogy ő ott vár, tehát most ő csak azt várja, hogy én kijöjjek, viszont ha nem jövök ki, akkor a kistársamat fogja telelőni, mert hátulról köbbe fogja keríteni szerintem. Hát, ez most így nem annyira jó, kicsit megpróbálok figyelni, hát ha igazam lesz, és tényleg itt akar majd bejönni a csáó. Mert az bizony még életben van, és nem ölöttek, vagy nem is láttam. Más lőtte ki. Ráadásul ott vannak az ásztongnál. Én most azt mondom, hogy hát igen, ha nem segítesz, akkor cseszheted. Mert akkor így megizél a dolog, de várjál. De, ó, atya úristen, pedig az jó lett volna, vagy én odaértem volna ennyi idő, ó, az kár, na mindegy, várjál csak. Mert most akkor így már nem jó, mert így most az ellenségbe fogja húzni. Ha az a csávó, aki ott lett, aki elkezdte foglalni az ászot, nem jön ki, akkor egálba lett volna, és én szerintem odaérhettem volna annyi idő alatt, hogy talán nyerjük meg azt a 10 másodpercet. Így most már én biztos nem fogok visszaérni. Csoda, hogy élek, annak ellenére, hogy nem alakultak túl jóval a dolgok, csak ilyen megfigyelője voltam. Innen én nem látok be odáig, és az a baj, hogy most minden egyes kis kanyarodással csak lassulok, tehát ez így teljesen hello. Ha van ilyen, kár volt, igen, hogyha te nem jössz ki onnan, ahol voltál, akkor egyébként én oda mentem volna, és megnyerhettük volna. Csak mivel ő kiment a másikra, ami persze nézőpont kérdése, hogy most jó vagy nem jó, kijött, mert hogy akkor, ha meglőik, akkor nem fog leszámolódni, nem, valamint az ászló, akkor nem fog újraindulni a számolás. Én azt gondolom, hogy nem kellett volna kijönnie, de a második alakulhatott volna a dolog, ez most így alakult. Problémám nekem nincs ezzel. Nekem az fontos mostanában, hogy életben maradjak, és nem érdekel, hogy milyen áron. Na, ez egy érdekes játék lesz. Most megint a két irány. Jobbra, vagy egyenesen? Hát csak, csesz meg. Hát csak a számokat néztem, de hát az bőven elég volt ahhoz, hogy lássam. Jó, mondjuk láthattam volna, itt van ez a tank, az egyértelműen elárulja, de ez bizony 10-es lobby. Nézd meg itt az angol sniperünk. Az köszi tesó, annyira kedves vagy, hogy figyelsz. Értem, hogy itt jövök el ezért hozzá, de hát figyeljen már hátsó egy kicsit legalább. De most egyébként, na ja. Szóval az angol sniper, az egy jó cucc. Azt akkor én el se kanyarodok, köszi. Ha ennyire nem megy, akkor azért természetesen én is tudok ellenállni. Bár nem ellenállás, csak egyszerűen basszus. Hát most tényleg, azért hátra vele kell forognom, azt kell néznem. Hány ember, figyeljen a hátsó. Ha gyorsabb, akkor is ő figyeljen, hát nem látom, ezt föl kell fogni. Ez biztos nagyon nehéz, sokáig kitart, vagy nem tudom. Az ki fog jönni? Öcsém, figyeld, jó van. Kurva jó, csoda. Nem állt be mögém senki, nem egy sorba jöttünk. De az bizony ki fog jönni, azt most, az, reál, most én állok mögé? Nem, az valami történt, az jó. Igen, még egy picit. Ó, az ki is lőttek. Na, hát az jó nekünk, mert vagyis hát nekem mindenképpen. Hát itt azért a 8-as tankommal nem annyira tudok hasítani, bár még a fele csapat 8-as, akikkel azért tudok harcolni. Meg mondjuk én harcolok nagyok ellen, és hát nem érdekel, hát maximum meglő, jó, és akkor mi van? Hát ha tudlak, akkor is letrekkellek te. Hát az nem megy. Akkor megyek tovább. Azt lövök másra, amíg élek. Már közben, hogy trekkelgetnek, vagy nem trekkelgetnek, én akarok, várjál, trekkelgetni.
Várjál, közben igen, nekem figyelnem kell arra, hogy én vagyok most a hátsó. És az bizony az én feladatom az, hogy ne álljak be mögéjük, és amikor elkezdenek tolatni, vagy egyáltalán össze-vissza manőverezni, akkor nem az ő hibájuk, hogy az én lövésembe belementek, hanem az enyém. És ha azt nem vagyok képes felfogni, akkor tök felesleges. Na most én nem műzélni akarok, de azt gondolom, hogy ez ilyen alap. Tehát, hogy így ne várj olyat az ellenségtől, amit te magad sem teszel meg. Tehát, hogy ez most egy kicsit így máshoz is van, én mindig szeretek így filozofálgatni, meg így okoskodni. De hát az Isten megáldja azokat, akik egyébként ezeket így nem. Ja, egyébként igen, áldja meg az Isten őket több észre, az kész, és akkor ezzel le is van rendezve a dolog. Ajajajajajaj! Na ja. Szóval, ja, tök jó nekem most, ahogy nézem, mert egy egész jó kis tanksor így elindult ebbe az irányba. Most, ahogy nézem így a térképet, még az is jó, hogy ketten legalább ott vannak a háromra, de igen, pontosan ebből kifolyólag toljuk, 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 el kell kezdenünk tolni. Most, az meg, bocs, nem direkt volt, nem láttalak, tényleg nem láttam. Mindegy, azt akartam mondani, hogy fúj, most akkor előre manőverezek, ugyanis itt azért vannak dombok, és habár nyilván nem jó, ha meglőnek, talán vannak olyan helyek, ahol tudsz úgy manőverezni, hogy nem is fognak nagyon téged látni. Hát fölmegyek utána én is, igen, mert még kinézni ki tudok. Ó, ez ide lőtt be? Jó, nem őt találta. Szeretem az angol snipereket. Ügyes kis csodák. Majd ha lesz, akit itt meg tud lőni, és láthatjátok a számokat, akkor megértitek szerintem. Azt remélem azt lövi. És akkor már aki nem tudja egyébként, hogy mire is, mit is tud ez a cucc. Mindegy, lövök én is. Hú, várjál, elárulom magam, meg nem tudom. Ott a tigris, azt kéne inkább a tigrist, a tigrist, a tigrist, azaz, a tigrist lőd, azt meg tudom lőni, pláne így oldalról, pláne, hogy egyébként kancsal volt, és szerintem fölfele ment, tehát ott fele a tornyát találtam el, ami nekem azért jó, mert így most ugye megizért, rálövök, lesz, ami lesz, így van automata egyébként, fura mód, az automatával sokszor jobban penetrál, szerintem, mint hogyha egyébként te célozgatnál. Tapasztalat, tehát most lehet megmagyarázni, magyarázza meg a bárki, aki tudja, hogy ha akarja. Nekem ez a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor van, hogy állok vele, célzom, lövöm, a kurva anyádat, átváltok mondom, meg utolsó, és átlő rajta. És nem, számtalanszor próbáltam, most lehet mondani, hogy persze, de az automata nem céloz, az automata telibe a közepét célozza. Tehát innentől fogva ez egy nagyon érdekes dolog, most ez sárgát mutat, most már pirosat. Nyilván ez most nem is találtam el, hát egy kicsit messze is vagyok, sőt, azt gondolom, hogy van egy olyan dolog ebben a játékban, amiről így még nem hallottam szót, de nekem tapasztalatom van, ami egyébként konkrétan az lenne, hogy ha nem egyenesen állsz, akkor kicsit azért, hogy máshogy lő. Pontosan azért, mert ugye elvileg gravitáció van, és innentől fogva nem lefele fog esni a töltényed, hanem valahány fokban el fog kanyarodni, nem számítva a kancsal részét a dolognak. De lényeg az, hogy ha nem egyenesen állsz, akkor már rosszabbak az esélyeid szerintem az eltalálása. Én nem most valószínűleg eltalálnám. Kicsit én megemelem a tank hátulját, és mondjuk még az oldalát is, hogy ilyen fura ferdesztő legyen, akkor már nem biztos. Pláne, hogyha én magam célzok, lehet, hogy ez az én bénaságom, meg lehet, hogy ez mindenkinek egyértelmű volt, és így tudja, de szerintem nem egyébként. Ennek a lényege egyébként az, hogy tulajdonképpen ha tudsz, akkor próbálj meg egyenes, vízszintes talajról lőni. Mert minden másfajta kis röghupli befolyásolja annyiban, hogy habár még mindig eltalálhatod, és még mindig át is mehet rajta, legalább tudd, hogy az már nem biztos, hogy a közepe lesz. Nekem ez a tapasztalatom. Aztán, ha valakinek van ellen tapasztalata, akkor szóljon. Mert meghallgatom. Minél többet tudok, annál jobb. Úgyhogy hajrá, lehet elmondani. Most az előbb végül is azt mondtam, hogy csinálok még egyet, azóta ez a az a második, igen, most ez az a harmadik, de valahogy így egyenlőre így megy. És tulajdonképpen ugye mondtam, hogy a T32-est akarom húzni, úgyhogy igazából akkor majd most befejezem, csak azt, hogy szerintem ott elpofáztam, és így mondtam, vége lett, aztán úgy nem is akartam egyszer csak így abba hagyni, tök jól el vagyok. Úgyhogy majd ez lesz az utolsó, és akkor hát természetesen nem a legeslegutolsó, tehát ezzel nem nincs befejezve a Light on the Tube
csatorna, csak egyszerűen a videónak a vége. Bár megint az van, hogy már megint csak magyarázol, lehet, mit magyarázol állandóan annyit. Az a helyzet, hogy én tanítottam már, és megtanultam, hogy ha nem érti, akinek tanítod, amit tanítasz, akkor tök feleslegesen csinálod az egészet. És mivel ugye én a magam részéről azért nem csak egy ilyen szórakoztató YouTube csatornát, megmutatom, hogy ki mennyire kurvára béne, és én meg mennyire kurvára ügyes vagyok címmel akartam csinálni, hanem főleg az volt a célom ezzel, hogy azért úgy tudást is adjak át, még ha ez esetleg másfajta tudás, mint amire úgy általában számít az ember. Ez engem annyira nem hat meg, én azt gondolom, hogy ezt a tudást is át akarom adni. Most nem tudom, ebbe nagyon nem mennék bele, természetesen nem akarnék ilyen túl intellektuális videót, már megint függetlenül attól, hogy nem is szánom ezt intellektuálisnak, csak így beszélek. Most például itt nekem annyira nem lesz jó, szerintem. Jobbról már jönnek ránk, egy batsat, köszi, 10-es lobby, az köszi, azt én oda le sem megyek, már meg is lőtt, meg is ölték, aki ott lement, én is egyedül maradnék, az tök jó, hogy ott van három ember, tehát két külön helyen, de az a helyzet, hogy az ellenség, hogy ha jött erre, akkor azok ott lesznek egy hatan, legalább szerintem, és akkor a batsatot is beleszámoltam, de az szerintem pont elég lesz, ami... Hát egy, kettő, mondjuk most nem számolom, nem azt nézem, hogy most akkor hárman vannak ott, vagy csak ketten, hanem ahogy elnézem a térképet, elég nagy közöttük a távolsága ahhoz, hogy azokat külön számolódjanak, és innentől fogva tulajdonképpen nem egy hármas csapatot alkotnak, hanem egy-egy-egy embert. Aki, valljuk be, közel nem ugyanaz, mint hogyha egy hárman lennének. Úgyhogy természetesen én most nekem nem áll szándékomban itt elmenekülni, csak azt gondolom, hogy azért ha tudok, akkor megpróbálok életben maradni. És most azzal, hogy én innen belőttem, így van, nem csak elárultam magamat, hanem célpontot is csináltam magamból. Amivel egyébként nincsen probléma, mert a játék azért nyilván erről szól, de így van, az már jön is föl, amivel nincsen baj, még mindig azt mondom, leszámítva, hogy egyébként egyedül vagyok, illetve hát ott van egy angol sniper, meg itt van egy heavy, aki mondjuk nem annyira tesz jót nekünk, már csak igen, azonnal lehet, hogy tud lövöldözni. Följövök én is ide. Azt szerintem az jobb lesz, mert ott lent én habár vártam. Most igen, most attól félek, hogy... igen, láttál, ne az baj, a számot nem láttam, de az egy lövés volt. És nem láttam, mennyi élete volt, de szerintem tele volt. Mert ráadásul, ha jól láttam, amoreket kapott, tehát így felrobbant az egész a picsába egy lövéstől. Mert egy angol sniperet találta. Úgyhogy valóban ez a halálcsillag már irányba állok. Na jó, így a másik lényeg az akart lenni a részemről, hogy azt lássam, aki itt aluljön, mert azt tök ciki, amikor így a hátadba áll be a tank, és így azt mondja, hogy szevasz, én megjöttem, nem vettél észre, hülye balfasz, vagy bang, és így megöl. Ilyen mondjuk nem volt még konkrétan, de azt gondolom, hogy már jöttek a hátamba eleget. Azért, mert azt gondoltam, hogy majd a másik azt figyel rá, hú, angol sniperünk, az kemény csávó. Nem azért, mert hogy ott ledriftált, az így viszonylag átlagos dolog, azt gondolom. De hogy ő most egyedül rányomult az ellenfélre, és hát ez nem tudom, hogy az most mennyire jó. 1058. Ő tudta. Meg nem tudták őt lőni. Viszont ő lőtt egy olyat, hogy így szavasz. Jó, most egy fél percig táraz. Tehát most itt ő szerintem annyira nem lesz virgonc, mint amekkora virgonc volt az előbb. De mindjárt meglátjuk, hogy mikor fog lőni. Nem beszélve arról, hogy mondjuk azért én itt vagyok. Most így szerencséje van olyan szempontból, hogy megint már ketten vagyunk. És szándékomban is áll támogatni, még ha az az egy lövésem, meg ez a spottolásom, meg mit tudom én, micsodám marad az egész játék végére. Ugyanis, azért, ha tudtam volna, biztos lövök, hiszen nem azért vagyok, hogy csak nézzek, de az a helyzet, de most az ki, és honnan, és miért, és egyáltalán valaki bedetektál, de az a baj, hogy biztos, hogy nem onnan. Rossz irányban nézek, meg tudom lőni, nem tudom, viszont ő meg tud. Meg onnan szemből. Igen, én arra gondoltam, hogy ott lesz valaki. Pontosan arra számítottam. Várjál, nem akarok beállni mögöd. De az messze van. Nem nézett ki olyannak. Ott van, ott. Én alá lövök, el is találtam, ami azért jó, mert még más is eltalálta, ami meg... Tehát, hogy érzi a törődést. És már vagy is vissza.
És azt nem lövi meg egyikünk se, akkor az ott most lő, már biztos, hogy visszalőtt volna megint. És mivel elvileg azért én elég jó kint állok itt, tehát pont nulla fedezéken van. Ne az, ezt a angol sniper elment vissza. Jövök, tesó. Jövök, tesó, csak várjál meg. De nem vár meg, mert ő figyelt arra, hogy egyébként mindjárt elfoglalják az ászlónkat. És el is szaladt. De én meg még fordulok. Atya úristen. Hát ez nem a leggyorsabb cucc egyébként, de már kezd. A következő a T-32-esnek, ez a T-32-es és a M103-as, azt szerintem mégiscsak egy kurva jó tank lesz. Főleg azért, mert így ahogy nézem, azt szemből nem fogják meglőni. Persze van kupakja, találd el, majd intézzem. Tehát, hát én most itt levágom, mindegy, ha más nem, akkor legalább spottolok az angol snipernek. Most egyenlőre igen, még nincs nagy gáz, csak egy ember foglalja. A probléma inkább ott lesz, hogy eléggé szét van szórodva a csapat. Hú, várjál csak egy batsat. Ah, 1596, öcsém, gyönyörű volt. Az tényleg az volt. Na itt lövünk egyet, azt megpróbálunk nem megdögleni. Várjál, azt azonnal élesszük föl, mert belassul a csávó, azt visszalő még egyet. Jó, mondjuk tudom, hogy az nem fog visszalőni 10 másodperc, mennyi? Tehát majdnem 20 másodperc, 18, 17 másodpercig táraz. Úgyhogy lassan angol sniper barátunknak mindjárt megvan a lövése, és akkor nekem már csak annyit kéne, hogy bespottolom neki mind a kettőt, így olyan óvatosan, mert az várjál csak, azt nézem, igen, hogy az kire lő. Én annak meg tudom lőni a kupakját, csak álljon meg, mert az a baj, az a, figyelj, az most nem figyelt, az nem baj, mert nekem arra kell figyelnem, hogy ne nagyon leugjon ki a kupakom, mert azon, én ott ki nem nézek, azt tuti. Viszont, csak 735-öt sebzett rajta, de átment rajta, és ez nem fontos. Még kelleni fog egy, hát most én megpróbálom, de most egyelőre az a szerencsém, hogy szerintem tudok úgy állni, hogy csak az, állj meg. Mindegy, én lőni fogok rá, te. Azt egyszer betalálok, ha addig kell föltartsalak, míg az angol sniper újra tölt, mert ugye, tulajdonképpen, ha nem találja el a kupakomat, akkor elvileg azért nem fog átlőni. A feje a T-32-esnek elég jó, tehát az azért nem úgy működik. A probléma az, hogy itt áll valaki a hátamban. Igen, azt láttam a térképről, hát most már megfordulni se tudtam, tehát ez így felejtős volt. Most az így, hát igen, ez így nem jó, mert az angol sniper most el kellett volna dönteni, most ha ezt meglövi, és meg mondjuk Amurek is meghal és akármi, lepattant! Na, én ilyet még nem láttam, az IS-7-esről lepattant az angol sniper, az felejtős innentől fogva, mert utóbb fogja érni szerintem, bár mondjuk nem tudom, milyen az angol sniper. 30... Arja, mit csinálsz? 32... Ja, hát tudja, nagyon jó, hogy utána fogja kérni. Úgyhogy vár, hát ha, mert még mindig nem töltött be, hát igen, kapott egy olyat, hogy szevasz. Hát igen, az kár volt, hogy lepattant, mert meghalt volna egyébként, ha eltalálja. Azt gondolom, hogy nem figyelt. Ilyesnek elvileg meglőhető azért a lába. Biztos automatával célzott, nem akart megállni, vagy nem akart megállni, és mozgás közben célzott, hiszen hátulról megjött az ott, aki engem is lezúzott durván. Úgyhogy, hát ez most vicces lesz, igen. Illetve hát annyira nem, nyilván, de hogy akkor is. Most az a baj így van, hogy ő még megpróbálta azt kilenni. A Scout úgy volt vele, hogy hát figyelj, én rámegyek, ha eltalál, akkor eldőtte a cuccát. Tehát három ellenfél állt vele itt konkrétan szembe, úgyhogy neki egy lövése volt, el kellett dönteni, hogy kire lő. Ő azt mondta, hogy ezért lövi ki a Tank Destroyer. Most egyébként minuszos lettem volna megint. Szerintem megint sokat beszélek, és megint nem fejeztem be, de most szerintem befejezem, mert most már le akarom zárni és maximum újra kezdeni, mert folytatni akarom. Én most ezt ki akarom húzni, ezt a tankot, meg kell nekem az M103. Úgyhogy azt hiszem most ennyi volt. Még találkozunk. Örültem. Sziasztok!